Sokba kerülhet a sör és a cigi annak a két férfinek, aki az Ácsi dohányboltot rabolta ki hétfőn este, ugyanis több évre is börtönbe kerülhetnek. Az eladót késsel fenyegették meg, így felfegyverkezve elkövetett rablás büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást a Komáromi Rendőrkapitányság bűnügyi osztálya. A bolt biztonsági kamerája rögzítette a rablást, a lopott cigarettából elfüstöltek néhányat, a sört azonban már nem volt idejük kibontani. A két férfit a rendőrök 3 órán belül elfogták, a falubeliek hallottak az esetről. Jöttünk haza a munkahelyről, és akkor rendőrök álltak kinek csomóan, és akkor nem tudom, hogy mi történt. Azt beszélik a dohányboltban dolgozó hölgy, nagyon megrémült, az Ácsiakat is nyugtalanítja az eset. Kegyetlen dolog az ilyen, hogy tényleg késsel egy fiatal volt a kiszolgáló, hát megijedt ő is nagyon, úgyhogy rettentő dolgok ezek. Nem szabad ezt megengedni egyáltalán, hogy ilyenek előforduljanak, mert azért, hogy ő ellop egy dobott sört, állt a sört, nincs tisztában a dolgok, hogy milyen büntetést kaphat érte. Rá vannak szorulva. És az benne a másik, hogy ilyen helyekre miért nem tesznek biztonságőrt. A gyanúsítottak először tagadták tettüket, a nyomozók azonban a házkutatáson megtalálták a lopott holmit. Azt mondták, hogy a rablást követően a kabátjukat és a sapkájukat kifordították, így mentek haza remélve, hogy így a rendőrök nem találnak rájuk. A két férfit a Komáromi Rendőrkapitányság őrizetbe vette és kezdeményezte előzetes letartóztatásukat.